estét kívánok, ez itt a Pannon Televízió híradója. Május 23-a van Dezső és Renáta névnapja. 26 éve koalíciós kormány alakult Magyarországon. Antal József történészt, a Magyar Demokrata Fórum elnökét választották kormányfővé. Most lássuk a ma legfontosabb történéseit, először csak röviden. A parlamenti pártok vezetőivel tárgyalt ma Tomislav Nikolić, szerb államfő. Menekült táborrá vált a Horgos melletti tranzitközpont környéke. Humanitárius világcsúcsot tartanak Isztambulban. Elhunyt Velimir Báta Zsivojinović, ismert szerb filmszínész. Tomislav Nikolić szerb elnök ma konzultált a parlamentbe jutott választási listán képviselőivel. A Haladók vezetőjével, Alekszandar Vučićjal már a múlt héten csütörtökön tárgyalt, ma pedig minden más parlamenti erővel beszélt a kormányalakításról. A szerb elnök alkotmányos kötelessége, hogy a kormányalakításról tárgyaljon a választáson parlamenti mandátumhoz jutott listák képviselőivel. Elsőként a szerbiai szocialista párt elnökét Ivica Dačićot fogadta, aki nyitott a haladókkal való együttműködésre, bár még nem ültek egy asztalhoz. Smatramo da je u najboljem interesu Srbije da se naša saradnja, koja je bila uspješna u prethodnoj vladi, nastavi i dalje. Da je naravno mnogo razloga koji svako bi mogao da navede po neki razlog i protiv toga, ali jedan je jedini, veliki i najvažniji, a to je da to je budućnost Srbije. A radikálisok mintegy fél percet töltöttek el az elnök társaságában, akinek a lemondását követelték. Ja sam mu rekao da Srpska radikalna stranka nema nameru da ulazi u vladu Aleksandra Vučića i pozvao ga da podnese ostavku, jer je najveća sramota za Srbiju činjenica da je na njenom čelu čovek koji je upleten u brojne kriminalne afere, koji ima lažnu fakultetsku diplomu. A demokraták elzárkóznak a haladókkal való együttműködéstől. Razgovarali smo sa predsjednikom Republike Srbije, gospodinom Nikolićem, preneli naš eksplicitan stav da nam ne pada na pamet da budemo u vlasti, u koaliciji sa Vučićevom režimom koji je osiromašio, ponizio i zastrašio Srbiju. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Pásztor István folytatni kívánja a haladókkal való együttműködést. Alekszandar Vučićjal eddig két alkalommal beszélt telefonon, főként a tartományi és az önkormányzati hatalomról. Szájez Vojnszki Magyara želi da nastavi saradnju sa Srpskom naprednom strankom nakon republičkih izbora. Mislim da su se za to stvorile pretpostavke. Načelna saglasnost oko toga postoji sa predsjednikom Vučićem. Az elnök a többi parlamentbe jutott lista képviselőivel is tárgyalt. Az Elég volt mozgalom vezetője Saša Radulovića a választás tisztaságát firtatta, és úgy vélte, Szerbiában nincs jogállamiság. Csedomir Jovanović, a Liberális Demokrata Párt elnöke kész tárgyalni Vučićjal, de a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Szociáldemokrata Párt nem akar együttműködni a kormányalakító haladókkal. A Dvéri és a Szerbiai Demokrata Párt koalíciójának képviselői szerint nem annak kellene az új kormányt létrehoznia, aki az EU felé, hanem annak, aki Oroszország felé nyit. Alekszandar Vučićot kérte fel kormányalakításra a szerb államfő. Tomislav Nikolić ezt azután nyilatkozta, hogy ma tanácskozott a parlamentbe jutott listán képviselőivel. Nikolić szerint amellett, hogy a haladók rendelkeznek a parlamenti többséggel, Vučićnak van elképzelése arról, hogy mit kellene tennie a következő kormánynak. Az elnök hozzátette, a többiek tisztában vannak azzal, hogy az SHP-nek van a legtöbb mandátuma, és ez feljogosítja Vučićot, hogy a kormány élére álljon. A demokratikus parlamenti választások után az új kormánynak nehéz és felelősségteljes munkája lesz egy olyan időszakban, amikor az ellenzék soraiban kellemesebb lesz helyet foglalni, hiszen a kormánytagoknak különösen nagy terheket kell viselniük. Szerbia elnöke az új kabinetnek sikeres mandátumot kívánt, hozzátéve, hogy az, aki nem kíván hasonlót a Vučić kormánynak, az rosszat kíván minden lakosnak. Aláhúzta, azt várja, hogy a Szerbia győzedelmeskedik lista és a Vajdasági Magyar Szövetség mellett még mások is helyet kapnak a végrehajtó hatalomban. Ja vas sada izveštavam da sam odlučio da mandat za sastav nove vlade poverim Aleksandru Vučiću, predstavniku izabrane izborne liste Srbija pobeđuje,
zato što me je uverio da ima većinu poslanika za formiranje vlade i zato što sam dužan da mandat za sastav vlade poverim onome ko obezbedi većinu. Igor Mirović, a Szerb Haladó Párt alelnöke kerül a tartományi kormány élére, írja a Blitz napilap Alekszandr Vučićhoz közeli forrásokra hivatkozva. Az értesülések szerint Mirović kinevezéséről néhány napja döntöttek, mivel a kormányfő és közeli munkatársainak véleménye szerint ez a legelőnyesebb megoldás az SHP és a tartomány számára is. Mirović nem véleményezte a belgrádi napilap állításait, annyit mondott, a személyi kérdésekről a párt közgyűlése után döntenek majd. Hozzátette, nem bocsátkozna találgatásokba a személyi kérdéseket illetően, és a legfontosabbnak a választási ígéretek megvalósítását tekinti. Tovább szaporodik a szerb-magyar határszakaszon feltorlódott migránsok száma. A Horgos melletti tranzitközpont környéke már valóságos menekült táborrá alakult át. A bevándorlók elégedetlenek az itt uralkodó állapotokkal. A szerb-magyar határszakaszra napról napra egyre több migráns érkezik. Itt mögöttem is jól látható, hogy mihelyt megérkezett a segélyszervezet autója. Több százan állnak sorba, hogy ételt és italt kapjanak. Úgyhogy jelenleg mintegy 250-en lehetnek itt Horgos mellett a határszakaszon a tranzitközpontnál, és a migránsok elmondása szerint többen már két hete is itt várakoznak. A mai reggeliüket és ebédjüket mutatják a senki földjén táborozó migránsok. Szerintük ezzel nem lehet jól lakni. Vannak, akik tábortűzön főznek maguknak ételt. A sátortáborban uralkodó körülmények egyre rosszabbak, mondják a migránsok. We don't have any enough water, enough food, enough place to stay. So everything is problem, everything from 0 up to 100% it's problem. I'm here about 15 days. So there's a lots of family that they lives from about 1 month they stay there. A magyar hatóságok továbbra is csak a háborús övezetből érkező családos menekülteket engedik át az ország határon. Ez a folyamat is csak nagyon lassan halad. It's not good place for families and their procedure very slow. They can't enter about 12 people. But in here you see we 200 Afghani in this camp already is. But in Afghan but they don't enter about 10 or 12 people. It's not a solution for this because you seen there's our family is 7%, but we can't enter there because we don't have baby. There's a family is about 25 days. They call their names, but that time they see that they don't have babies, they must stay here. Why? A Horgos melletti tranzitközpont előtt egyre csak szaporodnak a sátrak és a bennük táborozó migránsok. Esetleges incidensről egyelőre nem érkezett hír, de hogy a bevándorlók türelme meddig tart, azt nem tudni. Több mint 400 határsértőt fogtak el 3 nap alatt Magyarország területén, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az év első heteiben országosan naponta 10 körül alakult az elfogott határsértők száma, azonban februártól megnövekedett ez a szám. A határsértők állampolgárság szerinti összetétele nagyon sokszínű. Jelentős számban vannak magukat afgánnak, szíriainak, pakisztáninak vagy valamely észak-afrikai országból származónak vallók, de jönnek olyan távoli helyekről is, mint Haiti vagy Sri Lanka. Magyarország kizárólag a bevándorlás csökkenését célzó uniós határozatot tud támogatni. Az Unió és Törökország közötti megállapodás azonban inkább ösztönzi a migrációt, ahelyett, hogy arról szólna, hogyan csökkentsük az Európába való bevándorlást, közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter az uniós tagországok külügyminisztereinek brüsszeli találkozóján. Elfogadhatatlannak nevezte a határozati javaslatot, mely egyebek mellett a migránsok kötelező betelepítését is tartalmazza. Az előterjesztés semmit nem mond a külső határok védelméről, valamint a schengeni zóna túlélésére sincs javaslata, véli Szijjártó. Teljes egészében elfogadhatatlan javaslatról beszélünk. Mi ezt csak akkor fogjuk tudni elfogadni, hogyha a határvédelemre vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelés belekerül a javaslatba, hogyha a Schengen 2.0-ra való hivatkozás belekerül a javaslatba, illetve ha az belekerül, hogy a hotspotokat az Európai Unió területén kívül kell létrehozni, hogy még mielőtt valaki belépne az Európai Unió területére, még akkor dőljön el, hogy egyáltalán jogosult erre.
A kötelező betelepítés elfogadhatatlan, a betelepítésnek csak önkéntes alapon lehet helye, a tervezett pénzbeli szankcionálás pedig nem európai szolidaritás, hanem annak megcsúfolása. Jelentette ki felszólalásában Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke az Európai Unió parlamenti elnökeinek luxemburgi konferenciáján. Úgy fogalmazott, a szankcionálással és az uniós források megvonásával való fenyegetőzés nem val demokratikus hajlamokra. Ez ugyanaz az erőpolitika, amit a magyarok 1990 előtt egy másik unió részéről már megtapasztaltak, hangsúlyozta. Kijelentette, Magyarország hajlandó anyagi áldozatot vállalni és kész segítséget nyújtani minden olyan esetben, amely a válságnak az Európán kívüli megoldását célozza. Isztambulban első alkalommal rendezik meg a humanitárius világcsúcs találkozót az ENSZ védnöksége alatt. A kétnapos fórum célja, hogy a politikusok és üzletemberek közelebb kerüljenek a második világháború óta tapasztalt legnagyobb válság megoldásához, amit a migráció okozott. Világszerte mintegy 130 millió ember szenved hiányt alapvető dolgokban, fegyveres konfliktusok, környezeti problémák vagy szegénység miatt. Az ENSZ főtitkár humanitárius ügyekben illetékes helyettese szerint a szükségletek nagysága arra kényszeríti a szervezetet, hogy előremutató megoldásokat találjon. We are all here because global humanitarian action is unprecedentedly strained. I proposed this summit 4 years ago out of concern for rising humanitarian needs and declining political will. Today, the urgency has grown. In this regard, Ankara számára kiváló alkalom a csúcs találkozó, hogy ismét felhívja a figyelmet a menekült válságra. 2011 óta Törökország mintegy 10 milliárd dollárt költött a 3 millió menekült ellátására, és régóta panaszkodik arra, hogy a nemzetközi közösség nem segíti megfelelő pénzügyi forrásokkal a ránehezedő nyomás enyhítését. Recep Tayyip Erdogan felhívta a figyelmet, hogy a jelenleginél sokkal több energiát igényel, hogy Szíriában véget lehessen vetni a nemzetközi jog megsértésének. A török elnök hozzátette, nem hagyja futni a véreskező diktátorokat, leszögezte, hogy országa soha nem fogja bezárni kapuit azok előtt, akik a bombázások miatt menekülnek, bárkik is legyenek. To prevent the suffering around the world, we should ensure that current conflicts are ended and that new conflicts are prevented. We are continuing and will continue our mediation efforts. A találkozón 60 kormány és államfő, valamint magasrangú képviselő vesz részt, többek közt Ban Ki-moon ENSZ főtitkár, Angela Merkel német kancellár, Recep Tayyip Erdogan a rendezvény házigazdája, Joe Biden amerikai alelnök, valamint Pietro Paolin bíboros vatikáni államtitkár. A találkozón részt vesznek humanitárius szervezetek és adományozók is, akik célja a menekültek számának felére csökkentése 2030-ig. A szervezők szerint az isztambuli találkozó egy olyan lehetőség a menekültválság hosszú távú megoldására, amelyre nemzedékenként csak egyszer nyílik alkalom. A humanitárius válsághelyzetek megoldása érdekében vállalt kötelezettségeket gyakran senki nem teljesíti, figyelmeztetett Angela Merkel német kancellár Isztambulban. Merkel hangsúlyozta, Németország azt szeretné, hogy a vállalt kötelezettségek teljesüljönek. Hozzátette, mindannyian ugyanazon a bolygón élünk, mindenkinek csak egy élete van, és jogában áll, hogy azt emberhez méltó és értelmes módon élje, amihez a lehetőséget meg kell adni. Ban Ki-moon az ENSZ főtitkára arról beszélt, hogy néhány embernek a pénz, a hírnév, a hatalom a fontos, de itt és most az igazságot, a reményt, valamint az emberiség közös jövőjét kell képviselni. Alexander van der Bellen nyerte az osztrák elnök választást, jelentette be az osztrák belügyminisztérium. A bejelentés szerint a zöldek pártja által támogatott független jelölt a vasárnapi második fordulóban a szavazatok 50,35%, míg a riválisa, a szabadságpárti Norbert Hofer, a voksok 49,65%-át szerezte meg. A 700 ezer hétfőn megszámlált levélszavazat után összesítették a végleges eredményt, amely szerint van
Alexander Bellen alig több mint 31 ezer szavazattal előzte meg Hoffert, még a hivatalos eredmény közzététele előtt Norbert Hoffer elismerte vereségét. Vasárnap éjszaka elhunyt Báta Zsivojinovics. A legendás szerb filmszínészt a belgrádi Szent Száva kórházban érte a halál valamivel 23 óra előtt. A 83. évében járó Zsivojinovics pályája során több mint 340 játékfilmben és sorozatban szerepelt. Ő volt a régió leginkább foglalkoztatott filmszínésze. Első filmszerepét 1955-ben kapta. A mozi közönség főleg a 60-as és 70-es években készült partizán filmjei miatt emlékezik rá. Velimir Báta Zsivojinovics politikával is foglalkozott, több mandátumon keresztül volt a Szerbiai Szocialista Párt képviselője, 2002-ben pedig a szocialisták elnök jelöltje. A brit Ken Loach az Én Daniel Blake című filmje nyert el vasárnap az Aranypálmát a 69. Cannes-i fesztiválon. 21 film közül 8-at díjazott a zsűri. Az idén kiosztott díjak a sajtó nem tetszését váltották ki. Teljesen kiválónak nevezte az immár kétszeres aranypálmadíjas Ken Loach alkotását George Miller a zsűri elnöke. Az Én Daniel Blake főhőse egy 59 éves özvegy asztalos, akinek a szívrohama után az orvosa nem tanácsolja, hogy visszatérjen dolgozni, miközben a társadalombiztosítás illetékesei alkalmasnak ítélik a munkára. Az angliai Newcastle-ben játszódó történet címszerepét Dave Jones színházi színész alakítja. A zsűri a nagydíjat a kanadai Xavier Dolannak az Épp a világ vége című filmjének ítélte. A legjobb rendezés díját ketten vehették át, Christian Mungiu az Érettségi című drámájáért, és a francia Olivier Assayas Personal Super című angol nyelven forgatott thrilleréért. A 9 tagú zsűri egyik tagja volt Nemes Jeles László, a Saul fia című Oscar-díjas film rendezője is. Döntésük talán még sohasem volt ennyire vitatott a Cannes-i fesztiválon, mint vasárnap este. A fesztiválpalota sajtótermében a díjkiosztás alatt az újságírók néhány kivételt leszámítva valamennyi díj bejelentését hangos nem tetszéssel fogadták. Szerintük ugyanis idén kizárólag a társadalmi és humanista jellegű filmeknek jutott díj, a nagyszabású innovatív alkotások rovására. A sajtó egyöntetűen hiányolta a díjazottak közül a Tony Erdmann című német versenyfilmet, Maren Aid vígjátékát, valamint az Aquarius és az El című filmeket. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Traktorfesztivál tartottak a hétvégén Oromhegyesen. Butok műhely a Kosztolányi Dezső Színházban. Bővítheti szerbiai beruházását az NCR, hangzott el az amerikai technológiai cég képviselői és az Alexander Vučić szerb miniszterelnök közötti találkozón. Az ülésen pozitív értékelést kapott az Air Serbia által beindított Belgrád és New York közötti repülőjárat is, amelynek köszönhetően Szerbiába az eddigieknél több amerikai turista és befektető érkezhet majd. Az egyeztetésen a szerbiai oktatás reformálásáról is szó esett, ugyanis az országban kevés a magasan szakképzett munkaerő. Az amerikai NCR vállalat jelenleg mintegy 1500 embert foglalkoztat Szerbiában. Kiosztották a mandátumokat az új összetételű újvidéki VKT tagjainak. Az alakuló ülés június 17-én lesz. Összesen 78 bizonylatot osztottak ki a VKT nagytermében. A legtöbb mandátumot, 38-at, a szerb haladó párt kapta. Milos Vučević újvidék polgármestere szerint nem kell sietni a koalíciós tárgyalásokkal. Sve institucije, sve ustanove, svi organi, sve javna preuzeća na teritoriji grada Novog Sada najnormalnije funkcionišu, nema nigde nikakvog zastoja. Mi smo u svim i zakonskim ovim rokovima, tako da nigde ne kasnimo. Ne mislim da smo trebali da navrat na nos nešto jurimo, imaće dovoljno vremena, razgovaramo sa svim onim političkim činjenicama koji su zainteresovani da se formuliše zajedničke ciljeve. A VMS egy mandátumot szerzett az újvidéki VKT-ben, képviselője az elkövetkező 4 évben Kis Gyula lesz. A tárgyalások folyamatban vannak a koalíciós partnerekkel a jövőbeni politizálásunkról. Én gondolom, hogy hamarosan
véget érnek ezek a tárgyalások, és többet tudunk már mondani mondjuk egy ilyen 10 napon belül. A Demokrata Párt városi szervezetének elnöke szerint Újvidéken a hatalom rövid idő alatt megalakul, a demokraták pedig egy konstruktív és egységes ellenzéket képeznek majd. Ono što me brine jeste činjenica da se do sada uvek pravila gradska vlast u Novom Sadu, ali imam utisak da se ova gradska vlast ne pravi u Novom Sadu, već se čeka određeni signal ili direktiva sa nekog višeg nivoa i to je nešto što me brine i nije u skladu sa onim očekivanjima koji su građani iskazali na posljednjim izborima. Jelena Crnagorac, a városi képviselőtestület eddigi elnöke elmondta, az alakuló ülés június 17-én lesz. Pöfögő régi vadonatúj feldíszített traktorok sorakoztak tegnap Oromhegyesen, a 9. traktorfesztivál részvételi és látogatottsági rekordja is megdőlt. Több ezren voltak kíváncsiak az erőgépek versenyére és a kísérő programokra. Hangos traktorzúgásra ébredhettek tegnap az oromhegyesiek. 150 erőgép vonult fel a település utcáin a kora reggeli órákban. Délelőtt megkezdődtek a selejtező versenyek az Atlantis Garden Clubnál. Tolatás, traktorgyorsulás, akadálypálya és traktor szépségverseny is volt. A versenypályákon nagy volt a küzdelem. Az oromhegyesi Csizmedia László egy régi erőgéppel versenyzett. A kisebb traktorok mezőnyében megnyerte a súlyhúzó versenyt. Egy hengeres orosz gyártmányú DT20-as volna, még volt. Most még egy 2400 köbcentis sima légtorkú Mercedes autónak a motorja van beleépítve. Saját kezüleg építettem bele. A gyerekeknek is izgalmasan telt a vasárnapjuk. Kecske és malacfogást szerveztek nekik. A zsákból kiengedett kismalacot legalább 50 gyerek vette üldözőbe. A legügyesebbnek egy helybeli fiú bizonyult, Bata Tamás jutalmul hazavihette a malacot. Azt kérdeztük tőle, hogy sokat kellett-e küzdenie érte. Nem sokat, mert beszaladt a nézők közére, és könnyen megfogtam. Amint egy 4-5 ezer látogató, a Horgosi Gubanc Tánc Együttes, a Juhász Zenekar és a Sidi Részfúvó Zenekar fellépését is élvezhette. Igyekeztünk ismételten nagyon oda tenni magunkat a szervezésbe. Igyekeztünk mindent úgy csinálni, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok. 9. alkalommal szerveztük meg a találkozót, tehát már mondhatjuk, hogy rutinos a szervező brigád. Az eredmény hirdetés előtt Fejsztámer Róbert, a községi önkormányzat főosztályvezetője mondott köszöntőt. Ezt követően a Traktorfesztivál váróvár sztár vendége Kis Grofó lépett színpadra. Ő csak tovább fokozta az egyébként is kiváló hangulatot. Együtt táncolnak holnap a végzős szabadkai középiskolások a város főterén. Egy keringőt és egy modern táncot adnak elő 18 órától. Kísérő programok is lesznek, fellép 3 együttes és egy diák kórus is. Ovo sada već druga godina i da se stvari pozitivno razvijaju, da je program ove godine i složeniji, lepši, interesantniji nego prošle godine. Nadam se da će i narednih godina tako biti. Koristim priliku naravno da pozovem sve đake, roditelje da nam se na trgu pridruže. Butoh műhely munka kezdődik ma a Kosztolányi Dezső Színházban Szabadkán. A közönség ennek eredményeként egy előadást láthat majd, amiből megtudhatja, milyen is az avantgárd japán tánc, a butoh. A buto egy Japánból eredő avantgárd színpadi tánc stílus. Tradicionálisan a színészek teljesen fehérre vannak festve, pusztán mozgáskultúrával fejezik ki mondani valójukat. A Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban kezdődő műhelymunka végeredménye egy előadás lesz, Döbrei Dénes, vajdasági táncos, koreográfus közreműködésével. Ez az előadás oly módon jöhetett létre, hogy Szlovéniában, Ljubljanában, a Spánszki Borci nevezetű helyen van egy csoport, akit minden hónapban egy alkalommal meghívnak egy zenészt és egy táncost improvizálni. Non-forme, tehát nem formák ennek a dolognak az elnevezése, és erre kapta egy meghívást, és Joko társult mellém, mint zenész. Joko Higashi, Lyonban élő japán zenész, butoh táncművész tartja majd a tanfolyamot.
Donc ça c'est plutôt un point commun, je pense, par rapport à d'autres workshops menés par les d'autres danseurs de Beto. Mais et du coup, le fait que de travailler beaucoup en improvisation avec des images, avec des images poétiques, ça peut créer une sorte de mouvement dans la situation, plutôt, comment dire, dans une forme théâtrale aussi. Ça touche une sorte de forme théâtrale. A tanfolyam után Bolygó hangja címmel mutatnak be előadást. A nyári mozi színházi közösség előadásának premierje május 26-án lesz a szlovéniai Ljubljanában. Bemutatják még Szegeden, Topolyán és Zentán is. A szabadkai bemutató június 3-án lesz. Horvátországból és Szerbia több városából is érkeznek együttesek az idei ifjúsági fesztiválra Szabadkára. A szombati rendezvényen 8 kezdőzenekar lép színpadra. A fesztivál legjobb együttese albumfelvételt nyer a Szabadkai Stúdió 11-ben, valamint felléphet 2 regionális fesztiválon is. A szervezők így szeretnének lehetőséget adni a fiatal együtteseknek karrierjük építésére. A program szombaton este 7 órakor kezdődik a kis stadionban, vagyis a Városi Műjégpályán. A belépő 9 óráig ingyenes, utána pedig 300 dinár. Ami versenyzőket illeti, szóval 8 zenekarról van szó, Horvátországból és Szerbiából általában a zenekarok. Rock'n'roll stílusba játszanak, ami a fő programot illeti, szóval föllép a híres horvátországi Late Tree zenekar. A híradó végén pár mondat az időjárásról. Viharokra és erős szélre számíthatunk ma este. Magyarországon 11 megyére, köztük Bács-Kiskunra és a fővárosra is figyelmeztetést adtak ki. Rövid idő alatt akár 25-30 mm-nél is több eső hullhat. A hőmérséklet visszaesik 17 fokra. Az elkövetkező 2 napban a nappali hőmérséklet 21 és 24 fok között ingadozik majd. Elvétve záporok, zivatarok várhatóak. A hét második részében azonban visszatér a nyárias időjárás 30 fok feletti átlaghőmérséklettel. A törökbecsei Ernyesi Róbert a horvátországi Novigrádban megrendezett ifjúsági tekevilágbajnokságon a csapatverseny során szerzett aranyérem mellé egyéniben még 2 világbajnoki címet gyűjtött be. Klasszikus egyéni számban is és összetettben is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Az összetett versenyszámban világcsúcsot is döntött. Az eddigi világcsúcsot a szintén szerbiai Igor Kovacsics tartotta a 2 évvel ezelőtt elért eredményével. Ő mindkét számban ezüstérmes lett. Szerbia az ifjúsági tekevilágbajnokságot 8 éremmel fejezte be. 70 éves fennállását ünnepelte ma a Visnyeváci Udarnik labdarúgó klub. Ez alkalomból barátságos mérkőzést játszottak a klub és a belgrádi Crvena Zvezda veteránjai. A mérkőzést a vendégek nyerték 4-1-re. A mögöttem lévő piros busszal érkeztek a Crvena Zvezda egykor sztárjátékos veterányai Visnyevácra, ahol a helyi öreg fiúkkal játszottak barátságos mérkőzést. A helyi futballklubot 70 éve alapították. Az Udarnik Egyesület ez alkalomból hívta meg a belgrádi csapat korábbi játékosait. Kovács Attila a hazai csapat tagjaként lépett pályára. Elmondta, az, hogy egy ilyen neves hazai klub ellen léphettek pályára, igazi foci ünnepet jelent a helyiek számára. 10 gól most mindenképpen igazi legendák ellen pályára lépni, megtiszteltetés is, hogy itt lehetünk, meg hát összejönnek a régi játékostársok, focisták, tehát egy öröm. A piros-fehérek csapatában olyan legendák is pályára léptek, mint Vladimir Petrovics Pizson, a mérkőzés sztárja mégis Prole Mille volt, aki a helyiek csapatában a legidősebb játékosként lépett pályára. Meccsi, já myslím, de na Orkunszugom. Nivoe nije bilo povređeni, nije ništa, tako da svi smo se čuvali. Jer tu ima ljudi i starije i mlađije, i, na primjer ja sam dosta stariji, imam 63 godine.
Az eseményre a belépő 100 dinár volt, a bevételt a szervezők jótékony célokra szeretnék fordítani. Az Udarnik jelenleg a legutolsó, Szabadkai Városi Ligában szerepel. A táblázat harmadik helyén áll a csapat az Elektrovojvodina és a Csantavér mögött. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A parlamenti pártok vezetőivel tárgyalt ma Tomislav Nikolić, szerb államfő. Menekült táborrá vált a Horgos melletti tranzitközpont környéke. Humanitárius világcsúcsot tartanak Isztambulban. Elhunyt Velimir Báta Zsivojinovics, ismert szerb filmszínész. A híradó végén köszönjük figyelmüket, ha még több hírek kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, panonrtv.com-ra, ahol műsorainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!